Gyermekkorom megható, kedves, szép ünnepe, a mai napig a Mikulás télapó, megfigyeltem, mindig a kéményen keresztül érkezik, kéményen keresztül távozik, leteszi az ajándékokat, így is történt. Megjelent december 6-án egy 30 emeletes házban, a kéményen keresztül, letette a szaloncukrot, virgácsot, akkor meglátta, hogy egy gyönyörű nő fekszik az ágyon, és a melegtől dobálja le a takaró dunyhát, és ott fekszik mesztelenül, és így szólt a Mikulás, hogy Úristen! Úristen! Most mit tegyek? Azt teszem, amit szeretnék, pokolra jutok. Nem, akkor nem férek ki a kéményen. Nagy mulatság, búcsú volt egy faluban, és hajnal felé az árokba ott feküdt egy férfi, oda ment hozzá az egész falu népe, nem volt nála semmi papír, irat, körbeállták az asszonyok is, nem volt mit tenni, lehúzták a nadrágot róla, oda is ment egy ilyen asszonyka. Hát nem az én uram. Megszólalt a kis barátnője, a Julis. Hát tényleg nem a te férjed? Ott volt még a legidősebb, a katonőni. De még csak nem is ebből a faluból való.